Kis túlzással élve azért nagyon-nagyon sok minden a szerencsém múlik, hogy most ott, ahol én élek, mondjuk akár egy vidéki faluban, ott milyen pont ez a családgondozó, aki az ottani családsegítő szolgálatnak a munkatársa, vagy milyen a pedagógus, aki a helyi iskolában tanít, vagy milyen a házi orvos, aki a házi orvosi rendelőben rendel. Az ellátórendszer esetlegességei miatt sok esetben a puszta szerencsén múlik, hogy valaki, aki épp elakadással küzd az életében, kap-e megfelelő mentális segítséget. Bár hivatalosan kórházként működik, egy alapítvány tartja fenn Magyarország maroknyi pszichoterápiás intézeteinek egyikét, a Talassa házat, ahol komplex pszichoterápiás programot kínálnak. Terápiás közösségként működnek, a programra jelentkezőket a klinikai kezelői csapat döntése alapján veszik fel legfeljebb fél évig tartó terápiára. A közösség erejéről, a pszichoterápia hazai lehetőségeiről beszélgettünk Keresztes Takás Tímeával és Mészáros Gergellyel a Talassa háztól. Én Nagy András vagyok, ez pedig a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Mit jelent az, hogy pszichoterápia egyáltalán? Erre is nagyon sokféle definíció van, hogy mit jelent a pszichoterápia. A Tringer tanár úrnak van egy könyve, aminek az a címe, hogy Gyógyító beszélgetés. Azt hiszem, ez valahol így megfogja az egésznek a lényegét. Hogyha egy kicsit tudományosabban akarjuk megragadni, akkor a pszichoterápia ez az olyan tudományosan bizonyítottan hatékony módszereknek az összessége, ami így elsősorban a szóbeli beszélgetésben, nem csak szóbeli módszereket használó pszichoterápiák vannak, de hogy azért indulni onnan indul, hogy ez valamiféle beszélgetés. Tehát lényeg az, hogy nem kémiai, hanem hogy valamiféle kommunikáció, valamiféle kapcsolatiságon alapuló gyógyító módszer. A Talassa házból érkeztek. Mi is ez pontosan? Annyit tudok róla, hogy pszichoterápiás intézet, de hogy is kell egy ilyet elképzelni? Egyáltalán miért ez a neve? Ha jól tudom, ez a görögből származik, és tengert jelent. Miért ezt a nevet adták ennek az intézménynek? Hát ez Ferenczi Sándortól jön ez a kifejezés, aki ugye egy híres magyar pszichoanalitikus volt, és ő hasonlította a lelket a folyamatosan mozgó, hol megnyugvó, hol kissé háborgó tengerhez, és magát az egész pszichoterápiának a folyamatának is tud ez egy analógiája lenni, amennyire én tudom, a név az innen származik. És hogy kell elképzelni a működésüket? Ez olyan, mint egy kórház, ez egy teljesen magánalapon működő pszichoterápiás központ. Sok mindent szoktunk mondani, a kórháztól kezdve a pszichoterápiás intézmény, de amit talán azt hiszem, hogy a legjobban szeretünk, az a terápiás közösség kifejezés. Hozzánk ez áll, azt hiszem, a legközelebb, hogy egy közösséget alkotunk, a páciensek, a stávtagok, az önkéntesek közösen, és a terápia az ebben a közösségben zajlik. Ezt hogy kell elképzelni, hogyha mondjuk valakinek szüksége van, úgy érzi, hogy szüksége van ilyesféle terápiára, jelentkezik, vagy egyszerűen csak besétál a táskájával, és akkor ez egy ilyen bentlakásos, rendszerben elképzelendő dolog, hogy működnek a napi rutinok. Mivel Magyarországon nem sok terápiás közösség működik, ezért az is közben egy folyamatos kihívás, hogy ezt a terápiás közösségi világot, aminek az a lényege, hogy a közösséget azt valahogy a stáb és az ott dolgozó kollégák, illetve a páciensek közösen alkotják, és közösen vállaljuk valahogy a felelősséget ennek a közösségnek a fenntartásáért. Ezt valahogy intézményesíteni kell, és az intézményesített forma az végül is a Talassa ház esetében egy kórház, tehát hogy nekünk kórházi ágyaink vannak, és vannak fekvő ágyaink, úgymond, vagy nem tudom, hogy mondjam, illetve vannak nappali kórházi férőhelyeink, de a páciensek, akik jelentkeznek hozzánk, igazából ugyanahoz a közösséghez csatlakoznak, és ugyanabban a terápiás programban vesznek részt, függetlenül attól, hogy az éjszakáikat bent töltik, vagy nem töltik bent. A bekerülés az pedig egyébként úgy működik, hogy keddenként van nálunk az első interjú. Ez jelen pillanatban egy ilyen nagyon alacsony küszöbű szolgáltatás, mert hogy sem bejelentkezni nem kell, sem pedig beutalót hozni a hozzánk jönni szándékozó pácienseknek, hanem el kell jönniük egy ilyen első interjúra, amin
abban hozunk egy szakmai döntést, hogy azt gondoljuk-e, hogy ez a fajta terápiás, közösségi, pszichoanalitikus elveken nyugvó pszichoterápiás módszer lesz-e jó ennek az adott páciensnek, akiről azt gondoljuk, hogy ez az ő számára hatékony lesz, annak ajánlunk felvételt a közösségünkbe, akiről pedig azt gondoljuk, hogy neki nem ez a hatékony, hanem valami másra van szüksége, annak igyekszünk más intézményeket ajánlani. Mekkora ez a közösség, így a stábbal együtt? Változó. Most szerintem olyan 50-55 körül vagyunk körülbelül. Volt ez már kevesebb is, jóval, Covid időszak után, meg talán több is. Papíron nekünk 38 fekvőbeteg férőhelyünk van, és 19 nappali kórházi. Így tudunk működni. Uh-huh. Befér-e mindenki, akit a közösség és a stáb megfelelőnek talál erre a fajta terápiára? Hát első interjúra jóval többen szoktak érkezni. Az, hogy onnan nem mindenkit veszünk fel, az nem elsősorban a férőhelyeinken múlik, én azt gondolom, hanem tényleg szakmai szempontok alapján ítéljük meg azt, hogy valakinek nem erre a típusú ellátásra van szüksége. De jelenleg is egy viszonylag rövid szűkváró listával működünk, tehát akik most kedden érkeztek ma első interjúra, azok nem jövő hét hétfőn fognak bekerülni, hanem egy pár héttel később, tehát ilyen szempontból van egy kis csúszás, mert úgy jön neki a kapacitásunk. Hát ez nagyon változó egyébként szintén, ahogy az is változó, hogy mekkora a közösségnek a mérete. Amiben szintén számos tényező szerepet játszik, hogy most itt éppen Covid volt, vagy nem Covid, hogy milyen magának a közösségnek a megtartó ereje. Ez egyébként egy nagyon fontos szempont eleve, amit így folyamatosan igyekszünk vizsgálni is a mindennapi munkánkban, hogy mennyire vagyunk mi most megtartó közösség, mennyire tudunk új tagokat befogadni ebbe a közösségbe. Ez így szóba is kerül a páciensekkel is viszonylag gyakran. Szóval ez nagyon változó, van, amikor van várólistánk, van, amikor nincs, van, amikor ez hosszabb, van, amikor rövidebb. Erre így nehéz válaszolni. Mennyire tudnak az emberek úgy egyáltalán ennek az intézménynek, és egyáltalán a pszichoterápiának a létezéséről Magyarországon, mi a tapasztalat? Én úgy gondolnám, hogy még a mai napig is valamiféle stigmatizációnak van kitéve ez az egész szakterület, a pszichológia is, mint olyan. Az intézmény teljes neve az, hogy Talassz a Ház Pszichoterápiás és Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet. Szóval, hogy azt hagyjam, hogy a pszichológiához, illetve a pszichoterápiához milyen stigma tapad, de önmagában a pszichiátriai zavarokhoz, vagy a pszichiátriai zavarokkal éléshez milyen stigma tapad, az szerintem egy sokkal súlyosabb kérdés, amihez az is hozzátartozik, hogy a mi terápiás módszerünknek azért az a lényege, hogy ehhez idő kell. Úgyhogy nálunk a tipikusan eltöltött terápiás idő, az mondjuk ilyen 3 és 6 hónap közöttre tehető. A 6 hónap a maximális idő, amit az intézményünkben tölthet egy páciens a közösség tagjaként. És hogy hát azért ahhoz, hogy valaki elköteleződjön egy ilyen időtartamú terápia mellett, és közben mondjuk így a mindennapi életében nyilván kevésbé tud részt venni, még akkor is, ha bejárós, tehát hogy mondjuk így a munkáját nem tudja ellátni, azért az nyilván általában akkor jön szóba, hogyha azért egy ilyen jelentősebb szenvedés nyomás áll fenn. És hogy nem is való, ezért én azt gondolom, hogy mindenkinek a terápiás közösséghez való csatlakozás, tehát aki ezért így tudja vinni a mindennapi életét, és oké, hogy van valamilyen elakadása, és szüksége van mondjuk pszichoterápiás segítségre, ami szerintem teljesen rendben van, meg még lehet, hogy elakadás sem kell hozzá, mert önismereti igényel is el lehet menni pszichoterápiába, azért az inkább egy ilyen ambuláns világ, és azért az nem egy ilyen intézeti világ. Első interjúra is azért többnyire motivált potenciális páciensek érkeznek, azért ott is előfordul, amikor hozzátartozói vagy más intézményi nyomásra érkeznek, velük mondjuk nem nagyon tudunk dolgozni, mert belső motiváció hiányában nincs értelme elkezdeni ezt a munkát.
Úgyhogy mondjuk mi azért inkább olyanokkal találkozunk, akik motiváltak, nyilván akik ismerik az intézményt, de hogyha így jobban belegondolok, akkor mondjuk ilyen Magyarország határmenti területeiről, tehát nagyon messziről nem szoktak hozzánk érkezni. Aminek nem tudom, hogy az ismertségünk az oka-e, vagy hát az, hogy egyáltalán csak Gyuláról Budapestre felutazni, az már egy alkalommal is jelenthet kihívást, nemhogy mondjuk egy hosszabb időre elköteleződni, még akkor is, hogyha a távolabb lakó, és nem kell ennyire távol lakó páciensekre gondolni, de akiknek nagyon bonyolult lenne naponta bejárni, ott nyilván az is egy szempont, hogy akkor ők bentfekvősök tudnak lenni, de az sem azt jelenti, hogy akkor hónapokig bent fekszenek, és nem mennek haza, hanem rendszeresen hazatér mindenki, és hát ezt akár finanszírozni, akár logisztikailag megoldani nagyon messziről, az lehet problémás. Önök nem olyan páciensekkel foglalkoznak, akik mondjuk feltehetően klinikai értelemben vett skizofréniában szenvednek, vagy hasonlóban, inkább csak, és a csakot azt idézőjelbe teszem, olyanokkal, akik az utcán szembe jönnek, bárki közülünk lehet az, aki egy olyan élethelyzetbe kerül, hogy egy ilyen terápiára van szüksége, ezt jól gondolom? Igen, is. Tehát, hogy erre azért nehéz így egyértelműen válaszolni, mert hogy a Thalassa háznak az egy fontos küldetése, hogy ameddig így az ilyen pszichoterápiás rezsimben dolgozó pszichoterápiás osztályok, azok valóban döntően inkább hangulatzavarokkal, személyiségzavar különböző fokaival érintett páciensekkel dolgoznak, addig a mi működésünknek, ennek a terápiás közösségiségnek azért van egy nagyon erős szocioterápiás oldala is. Tehát ami nem a tényleges, mondjuk pszichoanalitikusan orientált pszichoterápiát jelenti, hanem valahogy így az életkészségeknek az újra tanulását, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt jól, és nekünk ez egy kifejezett küldetésünk, hogy dolgozzunk olyan páciensekkel is, akik mondjuk szkizofrénia spektrumzavarban szenvednek, és vagy valamilyen más módon így a szociális kompetenciáikban érintettek, tehát hogy mondjuk akár autizmus spektrumzavarban szenvedőek, vagy akár ilyen súlyos szociális szorongászavarral élőek, és náluk így a terápiás programunknak inkább így a szocioterápiás részét igyekszünk kidomborítani, de lehet, hogy ehhez te jobban. A szocioterápia, bocsánat, az annyit jelent, hogy mondjuk csoportban, ugye jól gondolom, tehát egy ilyen csoportos foglalkozás keretében a szociális, hogy mondjam, készségeket újra húzalozzák, újra tanulják ezek a páciensek, így van? Hát az is egy nagyon fontos jellemzője a háznak, hogy túlnyomó rész csoportokban dolgozunk, tehát a úgynevezett egyéni terápia nem is igazán van, hanem minden páciensnek a kezelőjével van minden héten egy deklarált idő, de ez egy nagyon rövid időtartam, amit egyéninek hívunk, és egyébként ezen kívül minden terápia az csoportban zajlik. És akkor valóban vannak olyan terek, amik inkább a szociális készségfejlesztésre koncentrálnak. Minél nagyobb felelősséget igyekszünk a páciensek kezébe adni, vagy tartani, vagy hagyni, attól függően, hogy ki hogyan érkezik a házba, hogy ezekkel a felelősségekkel egyébként így a terápia előtti életében hol tart. Van, akinek nagyon nagy kihívást jelent egy bevásárlás, és mondjuk a 6 hónap végére jut el odáig, hogy már képes elmenni bevásárolni a páciens társaival a közösség számára. Van, aki meg már első héten ebbe szívesen beleugrana. Ez nyilván a pácienssel együtt monitorozzuk, és hát ebben fejlődik mindenki, hogy megtalálja, hogy mi az a következő lépés, ami kihívás számára, de amiben szeretne egyre több felelősséget magához venni. Igen, hát a terápiás közösségiségnek egyrészt ez a felelősségvállalás egy nagyon fontos hívószava, mind a saját magunkért, mind pedig az egész közösségért való felelősségvállalás. És hogy emellett van egy olyan része is, hogy ezeknek a mindenféle ilyen közös aktivitásoknak, közös felelősségvállalásnak a házért azért tud egy pszichoterápiás értéke is lenni.
ami szintén egy ilyen pszichoanalitikus gondolatból jön, így a brit tárgykapcsolati pszichoanalitikus iskolából nőtte ki magát egyébként ez az egész terápiás közösségiség, aminek mégis valami olyasmi a lényege, hogy bármit csinálunk, akár ha felmossuk a folyosót, azt nem tudjuk nem úgy csinálni, mint amilyenek vagyunk, és nem tudunk nem úgy kapcsolódni akár a páciens társainkhoz, akár a személyzethez közben, ahogy így általában az életünkben másokhoz kapcsolódni szoktunk. És hogyha erre vannak megfelelő reflektív terek, már pedig a terápiás közösségben ez fontos, hogy ezekre vannak reflektív terek, akkor ezek így a pszichoterápiás munka részévé emelhetőek, hogy emlékszik, hogy ott, amikor felmosott, akkor így mennyire bosszankodott, hogy nem tudom, milyen koszos volt ez a felmosó fej, és hogy ez honnan ismerős ennek, hogy így tehetetlenségébe bosszankodik, most így mondtam egy példát. Gondolom, akkor már csak a terápia időtartamából ítélve bizonyos krízis helyzetekben fordulnak önökhöz a páciensek, nem? És jellemzően a szenvedés indukálja mindig az önmagunk felé fordulás igényét, vagy a terápia felé való fordulás igényét. Ilyen hű de nagy jókedvében valószínűleg senki nem megy el egy terápiás központba. Milyen, vagy lehet-e tipizálni, hogy milyen problémákkal találkoznak a páciensek részéről? Hát a szorongás, ilyen életbeli, nem tudom, egy válás, egy haláleset a családban? Mi az, ami indukálja? A krízisre annyiban reagálnék, hogy ugyanakkor viszont ilyen elmélyült, hát azért ez sokszor egy ilyen konfrontatív munkamód, amiben mi vagyunk, és sokszor olyan dolgokkal találkozunk egy ilyen pszichoterápiában, ami így a, nem tudom, a személyiségünk árnyoldala, vagy nem tudom, hogy mondjam, amire így akár saját magunknak is nehéz ránéznie, és hogy ehhez azért kell egy teherbírás. Tehát, hogy ez is hozzátartozik, hogy ha valaki egy nagyon akut krízisben van, tehát, hogy például éppen most válik, vagy éppen most érte őt egy súlyos haláleset, vagy ne adj Isten valami bántalmazással együtt járó traumatikus élmény, az nem tud egy ilyen terápiás munkamódban dolgozni. Akkor tud elkezdeni egy ilyen terápiás munkamódban dolgozni, ha ettől a traumától, ami a krízishez vezetett, már van egy kellő távolsága neki. Tehát amikor már elbírja mondjuk a visszajelzéseket, amik akár a páciens társak részéről, akár így a személyzet tagjaitól ő felé érkeznek. Arra a kérdésre válaszolva, hogy kik a mi pácienseink, kik fordulnak hozzánk, nagyon-nagyon sokszor, amit ön is mondott, szorongásos panaszokkal küzdők, súlyosabb hangulatzavarban érintettek, tehát depresszióban szenvedő páciensek, személyiségzavarral élő páciensek, és ahogy mondtam, azért így nálunk abszolút megfordulnak így amit ilyen szakszlengben csak úgy szoktunk mondani, hogy egy nagy pszichiátriai kórképpel küzdő páciensek is, ez így leginkább a szkizofrénia spektrumzavart és a bipoláris zavart jelenti. Hogyha nem így diagnózisokba gondolkodunk, akkor pedig, amivel szerintem a leggyakrabban találkozunk, azok is olyan kapcsolati elakadások, bármelyik felsorolt diagnózis esetén, hogy a páciens nem tudja a munkahelyén, az iskolában, az egyetemen a felé tanúsított elvárásoknak megfelelni, nem tudja vinni az életét éppen azokkal a kihívásokkal, amik az ő életszakaszában vannak, nem tud megküzdeni, és ezek hát többnyire azért valahol kapcsolati helyzetek. Uh-huh. És ezért is tudunk aztán velük majd dolgozni, hogy ezeken a kapcsolatokon, amiket az előbb említettél, hogy ami megmutatkozik az életében, az megmutatkozik a házban is, az ő viselkedésében, ezekre tudunk fókuszálni, és ezeken dolgozunk. Van-e minta abban, hogy elsősorban kik fordulnak a tavasszaház segítségéhez, vagy kik fordulnak önökhöz, szociális státusz, iskolázottság, nem, korcsoport tekintetében. Igaz-e, hogy inkább a nők hajlamosak az önreflexióra, sem mint a férfiak? Igaz-e, hogy inkább a jobb egzisztenciális körülmények között élők, magasabb iskolázottsággal rendelkezők, vagy pedig ez ebből semmi nem igaz, és teljesen vegyes? A legkönnyebb válasz erre azt hiszem az életkor. Én erre lecsapok. Hát egy elég fiatal közösségünk van. Egyébként 16 éves kortól fogadunk serdülőket.
de a vége az nyitott, tehát nincsen felső korhatár, és akkor valóban 16-tól, hát olyan 55, talán még 60 körül volt a legidősebb páciens, akire én emlékszem, de azért ilyen 40 fölött már jóval ritkább a pácienseknek a létszáma, és egy ilyen nagyon erős 20-as, 20-25 közötti korosztállyal dolgozunk. Ez nagyon látható a közösségben. Illetve hát azért azt hiszem, hogy a női arány is jóval magasabb, de szerencsére vannak férfiak is. Most például azt hiszem, hogy egészen sokan. Hát ez ugye egy ilyen örök dilemma így a pszichiátriai szakirodalomban, hogy az mennyire valós adat, hogy a férfiaknak ritkábban lennének ilyen mondjuk szorongásos és hangulatzavarai, mint a nőknek, bár populációs vizsgálatokból is sokszor ez szokott kijönni, de hogy ebben azért így sok kutató valamiféle rejtőzködést feltételez a férfiak részéről, és azt feltételez, hogy a férfiak egyszerűen kevésbé reflektálnak, ahogy ön is mondta, a saját problémáikra. Úgyhogy igen, szóval van egy ilyen női dominancia nálunk is, többen kérnek a nők segítséget, ez egyértelmű. Közben viszont így szociális státusz, vagy iskolázottság, ilyesmi szempontjából én azt gondolom, hogy nagyon vegyes a közösség, tehát hogy így nagyjából minden társadalmi rétegből megfordulnak nálunk páciensek. Ezt csak azért kérdeztem, mert hogyha mondjuk valaki sikeresen felvételt nyer egy 6 hónapig tartó terápiás időszakra, akkor, mint ahogy önök is mondták, a mindennapi munka végzése, vagy a társadalomban való funkcionálása az azért erősen behatárolódik, hiszen jelen kell lennie. Ergo nem tud bejárni dolgozni, nem tud pénzt keresni. Ezért én úgy gondolnám, hogy például azok, akik rosszabb anyagi körülmények között kénytelenek élni, eleve a perifériájára szorulnak ennek az egész dolognak, hiszen én nem gondolom, hogy egy kapcsolati elakadás miatt mondjuk táppénzre el tud menni valaki a munkahelyén adott esetben. Nem tudom, ezt jól gondolom? Hát azért a hozzánk forduló páciensek zömének általában van pszichiátriai diagnózisa, tehát hogy általában valamilyen, meg a legtöbb esetben valamilyen kórelőzménye is, tehát hogy legtöbben jártak már pszichiátriai osztályon, és hogy így valahogy az elmenni táppénzre, azért az sokszor nem szokott problémát okozni. Persze van, amikor igen, és nyilván van olyan munkahely, aki ezt nem igazán örömmel veszi, hogyha az ő munkavállalójuk azt közli, hogy akkor ő most 6 hónapra rehabilitációra elvonult, mert így papíron. Igen, szóval ez egy jogos dilemma, hogy kinek a számára hozzáférhető, meg mennyire hozzáférhető. Itt fűzném be azt, hogy ugyanakkor viszont a Talasszaháznak a fenntartója, a segélyhelyettesé alapítvány, az a Talasszaház mellett két szociális intézményt is üzemeltet, ami szerintem egyébként egy ilyen nagyon modern és nagyon előremutató iránya így valahogy a szociális ellátórendszer és az egészségügyi ellátórendszer, meg az ilyen hosszú távú rehabilitáció összekapcsolódásának. És ezt így már nagyon jól kitalálták az előttünk levők, vagy hogyan mondjam, hogy ez egy jó irány lesz. És ennek a két szociális intézményünk, az egyik az egy bentlakásos szenvedélybetegeket ellátó és segítő intézmény, a másik az pedig egy támogatott lakhatás pszichiátriai betegek számára. Tehát, hogy a szociális érzékenység, én azt gondolom, hogy a mi oldalunkról abszolút megvan, és hogy ebben viszont mondjuk így általánosságban a magyar szociális háló meg a magyar szociális ellátórendszer mennyire tud támogató lenni egy rászorulóval kapcsolatban, hát ez megint egy más kérdés. Na igen, erre akartam volna kitérni, hogy ez egy komplett rendszernek tűnik, amit önök képviselnek, a szociális ellátórendszer és a rehabilitációs központ, ennek gyakorlatilag így kellene működnie mindenütt. Hány ilyen ehhez hasonló intézmény van Magyarországon? Nagyjából. Mit értünk hasonló intézmény? Hát mondjuk ahol, mondjuk nem egy klasszikus kórházi pszichiátria a rácsos ágyakkal, hanem mondjuk egy rehabilitációra alkalmas intézmény. Hát pszichoterápiás osztály az Budapesten 4 darab van, hogyha mondjuk ilyen nagyon ilyen kórházi szemmel nézzük. Van egy a
Nyírőben, van egy a pszichiátriai klinikán, és van a szintén nagy múlttal bíró Tündérhegy, és hogy ez a, igazából ez a négy pszichoterápiás osztály van Budapesten. Szóval nem sok, hogy ezt mondjam. Közben pedig terápiás közösség, ezt mindig azt szoktuk mondani, hogy a mi legjobb tudomásunk szerint az Magyarországon nincs másik, ami szintén egy érdekes dolog, mert annak idején az olyan nagy múltú pszichoterápiás osztályok, mint a Tündérhegy is, pszichoterápiás közösségnek indultak a 80-as években. Ennek volt egy nagyon nagy felfutása és egy nagyon nagy hagyománya, ahol végül is ezek a terápiás közösségek így kicsit ilyen demokratikus szigetekként is tudtak működni. Például a Pesthideg kúti, aztán bezárt pszichoterápiás osztály is egy ilyen pszichoterápiás közösségként működött. De hogy aztán valahogy így a rendszerváltás után, meg ahogy mindenféle egészségügyi reformok jöttek, ezek az osztályok vagy megszűntek, vagy mint a Tündérhegy esetében, hogy kénytelen volt valahogy betagozódni a kórházi ellátórendszerbe, és akkor ugye a Tündérhegy az most az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet kvázi egy osztályaként működik. Mi sok szempontból szerencsések vagyunk, hogy ebben a helyzetben vagyunk, amely helyzetben vagyunk, és hogy tudunk tényleges terápiás közösségként működni, ahol egy csomó felelősség akár így a háznak a rendben tartásától, takarításától, az ételkészítés egy részén, és annak a beszerzése, elkészítése, eltakarítása, szóval ez mindez az egész folyamat így a páciensek kezében tud lenni, és hogy ezzel tudunk dolgozni. De ez valószínűleg annak köszönhető, hogy ami fenntartunk, az egy alapítvány. Üdítő dolog volt, amikor először beszéltünk egymással a telefonon, én fölhívtam önt, és azt a választ kaptam az interjú felkérést követően, hogy meg kell, hogy beszéljem a közösséggel. És egy ilyen, kvázi ilyen bázis demokratikus gyakorlat során eldőlt, hogy akkor oké, menjen az interjú. Számomra ez rendkívül szimpatikus, egy kórházi struktúra, meg nyilván egy sokkal, hogy mondjam, egy ilyen felülről jövő, vagy nem tudom, ilyen hierarchikusabb felépítmény. Van-e előnye mondjuk az egyén szempontjából, a csoport, a közösség tagjainak szempontjából annak, hogy egy ilyen demokratikus, közösségszerű közösségben működnek versus a hierarchikus megközelítés? De miért jó ez a pácienseknek? Hát ezt nekem nagyon nehéz elmondani, de ezt az életérzést, ezt mindenkinek meg kéne tapasztalnia. Hogy milyen egy ilyen közösségben dolgozni, és hát én bízom benne, hogy ezt élik meg a páciensek is, hogy milyen egy ilyen közösségben gyógyulni, egy ilyen közösségnek minden nap a részének lenni. Szerintem erre egy nagyon jó példa az, tehát, hogy miért jó ez? Miért jó ez a pácienseknek? Mert szerintem sokkal könnyebben részévé lehet válni a közösségnek így, hogy ennyire demokratikusan működünk. Most nem is a páciensek oldaláról közelíteném meg ezt, hanem például amikor önkéntesek érkeznek a közösségünkbe, akik egy héten pár órát vannak jelen, ők ugyanúgy ennek a demokratikus közösségnek a tagjai abban a pár órában, mint bárki más, aki egyébként ott dolgozik 40 órában, vagy ott alszik, és bent van egy héten majdnem 168 órát. Nagyon-nagyon sok kérdésben a páciensekkel közösen hozunk döntést, az egész közösség dönt egy-egy kérdésről, és hogyha ennek a kérdésnek a megszavazás, akkor például ott van egy önkéntes, aki csak abban az egy-két órában van jelen, akkor ő is magától értetődik, hogy szavaz, és abból a kérdésből kiveszi a részét. Ezen keresztül egy kicsit azt hiszem jobban lehet szemléltetni azt, hogy mennyivel könnyebb így közösség részévé válni. De ugyanígy egy érkező páciens azon a héten, amikor a közösség tagjává válik, még lehet, hogy nem annyira érti, hogy miről van szó, de akkor ő mondjuk tartózkodással szavazhat. És azonnal ilyen módon a közösségnek a része lesz. Illetve szintén terápiás szempontból szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy egy ilyen demokratikus közösség a terepet arra, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan hozunk döntéseket. Tehát, hogy reflektáljunk arra, hogy egy döntés hogyan született, mert hogyha valaki felülről azt mondja, hogy ezt így kell csinálni, hát ez elég egyértelmű, azt így kell csinálni, és akkor ez van. Ugyanakkor
azért az nagyon fontos, hogy a terápiás közösség nem egy bázis demokratikus közösség, mert hogy nagyon is fontos, és nagyon is van hierarchia. Ezt úgy hívjuk, hogy a demokratikusan működő terápiás közösségeknek ilyen nagyon lapos hierarchiája van, ami azt jelenti, hogy egyébként így nálunk is, hogyha most itt ide letennénk egy ilyen organogramot, akkor egy kifejezetten bonyolult és hierarchikusnak tűnő szervezetnek a képe rajzolódna ki, a különböző, mondjuk így a munkatársak különböző csoportjait vezetőkkel, a fölöttük a szakmai vezetővel, fölöttük az intézményvezető, nem tudom. A laposságát pedig az adja a terápiás közösségnek, hogy ugyanakkor, akik a háromszög csúcsán vannak, azok is érintkeznek, és ténylegesen szó szerint fizikailag érintkeznek, és mondjuk együtt kapálnak a kertben azokkal, akik viszont így a háromszög bázisánál foglalnak helyet. Tehát, hogy ettől válik valahogy nem bázisdemokratikussá, hogy van egy ilyen egyértelmű hierarchia, és mondjuk például abban a kérdésben, hogy eljövünk ide interjút adni, azért nem a teljes közösséget kérdeztük meg, hanem ebben így a szakmai vezetőség hozott egy döntést. És hogy így megvan mindig, hogy a döntés az a hierarchia melyik szintjéhez tartozik, és melyik szintjén dől el, és ott viszont felelősséget is kell vállalni érte. Ebben is talán inkább így a reflektív munkamódunk az, ami nagyon sokat segít, hogy amikor hozunk egy döntést, azt mindig igyekszünk megérteni, hogy miért hoztuk ezt a döntést, és hogy milyen motivációk, vagy milyen félelmek, vagy nem tudom, mik mozgattak minket annak a döntésnek a meghozatalában. Ha módjukban és hatalmukban állna, akkor mondjuk a magyar lakosság hány százalékát, mondjuk az egészségesnek mondott, pszichésen egészségesnek mondott magyar lakosság hány százalékát küldenék, illetve hívnák el egy ilyen együttműködésre? Hát ez azért egy nagyon izgalmas dolog, hogy hány százalékát. Én így pszichoterapeutaként, pontosabban pszichoterapeuta jelöltként, meg nagyon régóta pszichoterápiával is dolgozó emberként, én azt gondolom, hogy pszichoterápiába járni az életében legalább egy nagyon rövid időt minden embernek kéne, mert hogy egyszerűen tényleg gazdagítja azt, ahogyan kapcsolódunk másokhoz, és ahogy gondolkodunk magunkról, és ahogy az érzéseinket kezeljük és feldolgozunk, még akkor is, ha kvázi tényleg semmi bajunk nincsen. Szerintem ez jót tud tenni. És én egy picit most már, hogy egy terápiás közösségben gondolom, a terápiás közösségről is ezt gondolom, ehhez azt a példát mesélném el, hogy van terápiás közösségek Európában, egyébként valahogy érdekes módon nagyon sok van Dél-Angliában és Észak-Olaszországban. Mind a kettőnek más történelmi hagyománya van. A Dél-Anglia azért, mert onnan jön ez az egész terápiás közösségi világ. Az Észak-Olaszország meg azért, mert ugye a 70-es években volt ez az intézménytelenítési reform a pszichiátriában, és egyszerűen így kvázi jobb híján alakultak ki ezek a terápiás közösségek, vagy hát a jobb híján, szóval most úgy értem nyilván, hogy ezek nagyon jók, csak hogy közben meg ezt azért sokan úgy gondolják, hogy ez egy kicsit túlzásba lett víve Olaszországban ez az intézménytelenítés, de ez egy hosszú és messzire vezető dolog. Szóval, hogy vannak ilyen nemzetközi szervezetek, és például van egy LFA nevű nemzetközi szervezet, ami a Learning from Action-nek a rövidítése, és ők minden évben egy olyan konferenciát csinálnak, ami nem egy szóhagyományos értelmében vett konferencia, hanem ez akkor úgy néz ki, hogy akik erre a három napra összejönnek, ők egy ilyen, hát ezt úgy hívták ott, hogy egy ilyen temporary learning community-t hoznak létre, tehát hogy igazából egy közösséget, ami egy tanulás céljával létrejött közösség, de hogy végül is úgy működik, mint egy terápiás közösség. Tehát ott is így mi magunk intéztük a takarítást, a főzést, a struktúrált szabadidő eltöltését, nem tudom. És hogy nekem is így nagyon érdekes tapasztalás volt ezen részt venni, és így a saját bőrömön megtapasztalni azt, hogy milyen egy ilyen lapos hierarchiájú, de mégiscsak hierarchikus, és mégiscsak demokratikus közösség tagjának lenni. Én azt tudom mondani, hogy körülbelül bárkinek tudom ezt ajánlani. Hát nyilván az emberek többségének azért arra nincsen szüksége, hogy fél évre ezért félbehagyja a munkáját, de mint egy ilyen értékes tapasztalat szerintem nagyon sokat tud adni. Hogyha mondjuk többen részt vennének ilyen alapú közösségekben, vagy ilyen módszerekben, akkor talán az egész társadalomnak is a javára válna, nem? Hiszen megtanulnánk talán jobban egymással kapcsolódni, megtanulnánk azt, hogy hogyan működik egy csoport. Nálunknál szociálisan, hogy általában jobban működő, vagy boldogabb nemzetekben
nagyobb hagyománya van ezeknek a metódusoknak? Intuitíve tudok válaszolni. Tehát abból kiindulva, hogy én a saját magánéletemben érzem a változást azóta, hogy a terápiás közösség tagjaként, én stábtagként ott dolgozom. Biztos vagyok benne, hogy ha az országban több ember részesülne ilyen élményben, akkor ez egy boldogabb ország lenne. Reflektívebb egyénekként, reflektívebb társadalmat tudunk, azt gondolom, alkotni. Én se tudom, hogy ezeken a gócpontokon kívül, amikről már beszéltünk, hogy mondjuk így a, nem tudom, a Benelux államokban vagy a skandináv országokban több terápiás közösség működik-e, mint Magyarországon. Mert hogy ezzel így nem találkozom, mert hogy a gócpontokban lévőkről tudok, meg azokkal találkoztam. De hogy szerintem önmagában a mentális egészségnek a nem tudom, valahogy ilyen fókuszban tartása, azért az egy fontos jellemzője ezeknek a társadalmaknak, hogy a mentális egészségnek értéke van, és hogy valamiféle ilyen tudatosságra nevelés, az tulajdonképpen az iskolai programok része ezekben az országokban. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát hogy valami ilyen önreflektív munkamódnak a kialakítása, az kvázi ott ugyanúgy a tanóráknak a része, mint tudom én, a matematikának az elsajátítása, és amellett ilyen nagyon-nagyon komoly tudományos bizonyítékok vannak. Részt vettem egy Európai Uniós FP7-es kutatásban, ez részint így a PhD munkámhoz is hozzátartozott, amiben különböző ilyen egészség, hát szóval ilyen prevenciós programok hatékonyságát vizsgáltuk, és az egyik prevenciós programnak a hatékonysága az ilyen nagyon kimagasló lett, és ez egy ékegyszerű prevenciós program volt, ami így a fiataloknak az ilyen mentális egészség tudatosságát javította. Ez egy összesen 6, azaz 6 darab tanórából álló program volt, ami egy 3 hónapos és egy éves utánkövetésben szignifikánsan csökkentette az öngyilkossági gondolatoknak az előfordulását 14 és 16 éves serdülők körében, és összességében ez egy nagyjából ilyen 12.500 fős minta volt Európában, és még egyszer mondom, hogy 6 tanórából állt, és nem volt benne semmi extrém bonyolult dolog. Maga ez az egészségtudatosság programnak a take home message az volt, hogy egyszerűen így ér rosszul lenni, ér azt észrevenni, ha a társam rosszul van, és hogy ilyenkor ér felnőttől segítséget kérni. Tehát hogy végül is ennyi volt az üzenet, és ezt az üzenetet, ezt egyfelől ilyen nagyon rövid frontális előadások, poszterek segítségével közvetítettük, illetve a maradék 5 tanórában pedig ilyen egyszerű szituációs, hát ilyen szociodramatikus helyzet játékok voltak, és ez a 6 tanórából álló módszer, ez tudományosan bizonyítottan csökkenti az öngyilkosság és más mentális zavarok előfordulásának a gyakoriságát is. Hát akkor miért nem csináljuk ezt itt Magyarországon is? Hiszen tényleg nem tűnik akkor a energiabefektetésnek. Nyilván tovább lehet ebben a végtelenség lépegetni, de azért volna rá igény. Egyszerűen mi a tapasztalat, hogy mondjuk döntéshozói szinteken mennyiben van egyáltalán a tapasztalatuk szerint fókuszban az, hogy mentális egészség, mennyire foglalkoznak ezzel? Hát én szerintem ez sajnos a rendszerváltás utáni összes magyarországi kormányzatról elmondható, hogy így a pszichiátria, meg így a mentális egészség az nem épp a legnagyobb szívügyeik közé tartozott. Itt ki lehetne emelni 2007-ben az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet bedarálását, ami persze egy mamut intézmény volt, persze elavult volt rengeteg szempontból, de hogy közben meg egy olyan lukat ütött az ellátórendszerben ennek a talán most már így 10 év távlatából, sőt lassan 20 év távlatából kijelenthetjük, hogy átgondolatlan bezárása, hogy aztán azt szerintem a pszichiátriai ellátórendszer bizonyos értelemben a mai napig nyugi. Szintén egy ékes példa arra, hogy mennyire jó a pszichiáter szakmának az érdekérvényesítő képessége az, ami a
koronavírus pandémia alatt történt Magyarországon, amire lehetne ilyen nagyon kézzelfogható példaként említeni a Szegedi Pszichiátriai Klinikát, amit kiköltöztettek Makóra, mert a klinikának az épületében COVID-osztályokat rendeztek be, és úgy kellett felvenniük pácienseket, hogyha mondjuk így a sürgősségi osztályról érkezett páciens, és felvetődött, hogy hát nem biztos, hogy pszichiátriai baja van ennek a szegény, zavartan viselkedő néninek, bácsinak, hanem azért lehet, hogy kéne csinálni egy képalkotó vizsgálatot, akkor újra mentőt kellett hívni, vissza kellett küldeni Szeged, szóval, hogy ilyen ad abszurdum dolgok történtek, vagy lehetne említeni akár Budapesten a pszichiátriai klinikát is, ahol pedig a pszichiátriai ágyaknak egy jelentős részén szintén COVID-ellátás zajlott, és hogy ez is mutatja, hogy így mennyire találja a helyét a pszichiátria az egészségügyi ellátórendszerben, vagy mennyire tud nagy hangja lenni. Igen, hát az Opni épületét azt még talán tavaly is láttam, hogy eladó volt, nem tudom, 7 milliárd forintért hirdették, úgyhogy ott viszonylag egyszerű a megfejtés. Az alkohol és a különféle függőségek mennyire jelennek meg problémaként így a működésben. Tehát a szociális ellátórendszerhez kapcsolódva, amit szintén ugye az alapítványuk működtet. Elég sok páciensünk van, akik valamilyen szerfüggőséggel, vagy nem is feltétlenül szer, hanem ki lehet ezt bővíteni viselkedésfüggőségre, ebben is szenvednek, kapcsolódóan az egyéb problémáikhoz, és hát ezzel is dolgozunk. Azért van ebben egy elvárásunk, ami a szerfüggőséget illeti, hogy abszinenciával kell az intézményünkbe érkezzenek. Hogyha erre valakinek van motivációja, én ereje, hogy ezt meglépje, akkor tud a terápiás közösség tagjává válni. Onnantól kezdve viszont az abszinencia megtartása mellett folyamatosan dolgozunk ezekkel a kérdésekkel, és hogy ezek hogyan kapcsolódnak az egyéb akár kapcsolati problémáikhoz. Igen, hát a TISZTÁS, ez a szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, ami szintén a Segélyhelyett Esélyalapítvány fenntartásában működik, ez egy integrált intézmény a Thalassza-házban, tehát ez azt jelenti, hogy ez azok számára, a páciensek számára jelent plusz szolgáltatáshoz való hozzáférést, akik szenvedélybetegségben is küzdenek. Azt azért nagyon fontos itt kiemelni, hogy mi olyan páciensekkel dolgozunk döntően inkább, akiknek függőségük van, akik azért emellett valamiféle pszichiátriai zavarban is szenvednek, és ahol valahogy így a pszichiátriai zavar mellett van jelen a függőség, ezt ilyen szakszlengben duál diagnózisnak is szokták hívni, és hogy hát azt látjuk, hogy igen, ez egy elég jelentős probléma. Mondjuk élek egy vidéki faluban, Magyarország valamely régiójában, nem jellemző a családi hátteremre, hogy de önreflektívek lennénk, nem jellemző az, hogy beszéljünk akár az érzéseinkről otthon. Milyen eséllyel indulok annak neki, hogy egyáltalán az önismeretnek valamelyest az elinduló lépését meg tudjam tenni, és el tudok-e majd jutni valaha is reálisan egy olyan intézménybe, mondjuk, mint a Thalassza-ház. Amellett, hogy önnek van motivációja? Igen, mondjuk tegyük fel. Bár ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogyha nem tanulom meg, hogy lehet motivációm, én azt gondolnám, nem vagyok pszichológus, pszichiáter, akkor rohadt nehéz elképzelni, hogy egyáltalán ez egy létező lehetőség tud lenni, hogy én önmagamat megvizsgáljam. Pontosan, én ezért is kérdeztem ezt vissza, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos tényező egyrészt a belső motiváció, másrészt a betegségbelátás, vagy problémabelátás, hogy ne is mennyire betegség meg diagnózis fókuszba gondolkodjunk. Hát, hogyha ezek megvannak, akkor el tud indulni az illető. Nem biztos, hogy nálunk találja meg a számára legjobb ellátást. El tud indulni valamerre, és lehet, hogy hosszú az az út, amíg megtalálja azt az ellátástípust, amiben ő igazán fejlődni tud. Ez sok intézményen, meg szakemberen keresztüli küldözgetést jelent, ez a hosszú út.
Hát és közben, ha provokatív akarok lenni, akkor azt a kérdést teszem fel, hogy egy, nem tudom, felső középosztálybeli értelmiségi budapestinek ma mennyire könnyű, aki mondjuk még önreflektív is, és még az érzelmekről beszélgetnek is a családban, mennyire könnyű pszichoterápiás ellátásba jutni, mert hogy a magánellátásban is abszolút az a tapasztalatom az elmúlt években, hogy gyakorlatilag nincs olyan kolléga, aki nem várólistával dolgozik, tehát hogy ha valaki el akar kezdeni most pszichoterápiába járni, akkor arra számíthat, hogy fel fog hívni 3-4-5 magánrendelőt, ott felkerül várólistára, és reménykedik benne, hogy valamelyik helyen viszonylag hamar sorra kerül. Uh-huh. Úgyhogy ő ezért fizet vaskos 10.000 forintokat hetente. Nagyon érdekes ez a szegmense, hogy mennyire befolyásolható az egy adott potenciális páciens esetében, hogy az illetőnek megjöjjön mondjuk a nem betegség tudat, de mondjuk a probléma felismerése, beismerje magának, hogy problémája van, tud-e ebben valamelyest az egészségügyi ellátórendszer segíteni? Vagy van erre példa egyáltalán? Elmegyek a házi orvoshoz, doktor úr, rosszul érzem magam, nem tudok aludni, szomorú vagyok. Hát akkor nem tudom, szedjen pitypangot, vagy vegyen be aszpirint. Én valahol azt is gondolom, hogy ez nagyon szakember függő. Van az a házi orvos, aki érzékeny ezekre a kérdésekre, van az a házi orvos, aki beszélget fél órákat a betegeivel, meg van az, aki telefonon rendel. Uh-huh. És ugyanígy azt gondolom, hogy ezt nem kell a házi orvosokra kisarkítani, hanem a szociális ellátórendszerben is vannak olyan szakemberek, akik tájékozottak, nagy látókörrel rendelkeznek, hogy még milyen további intézmények vannak akár a szociális szférán kívül, ahová lehet delegálni a klienst, és vannak azok, akik pedig nem látnak a saját szakmai határaikon kívülre. Szerintem mondjuk Magyarországon egy ilyen általános probléma, hogy ezek a nagy rendszerek, gondolok itt az oktatásra, az egészségügyi ellátórendszerre és a szociális ellátórendszerre, ezekre ugyan vannak jól kitalált jogszabályok, és ugyan vannak elméletileg jól működő szervezési elvek, ami mentén valahogy ezeknek kéne működni, de hogy közben meg annyira esetleges ezeknek a rendszereknek a működése, hogy így kis túlzással élve azért így nagyon-nagyon sok minden a szerencsén múlik, hogy most ott, ahol én élek mondjuk akár egy vidéki faluban, ott milyen pont ez a családgondozó, aki az ottani családsegítő szolgálatnak a munkatársa, vagy milyen a pedagógus, aki a helyi iskolában tanít, vagy milyen a házi orvos, aki a házi orvosi rendelőben rendel, és valahogy oké, hogy a szervezési elvek azok szerintem egyáltalán nem rosszak és modernek és megfelelnek a mindenféle hát ilyen követendő világoknak a standardjeihez, de közben valahogy a controlling az nagyon sokszor kimarad a történetből, és az, hogy ezek ténylegesen a mindennapi gyakorlatban hogyan működnek, az meg nagyon esetleges. Uh-huh. Volt egy nem olyan nagyon rég egy hasonló selfie podcastban egy vendégem, ő egy kutató pszichológus, aki a, tehát ilyen krónikus betegségek lélektanával foglalkozik leginkább. Ők például azt kutatták, hogy az orvos-beteg kommunikációban milyen problémák és milyen tipizálható konfliktus helyzetek jelennek meg, és akkor megdöbbenve tapasztalták, hogy például az orvosokban, ha csak az orvosképzést nézzük, semmiféle hajlandóság nem volt arra nézvést, hogy mondjuk elmenjenek egy pár órás szemináriumra, hogy mégis hogy kéne kommunikálni a beteg. Tökre meg tudom érteni, mert ugye van ugye az emberi szakmai anyagi kiégés, van a túlterheltség, van eleve az, hogy hány anatómia vizsga mellett nem biztos, hogy én a Feri bácsinak a lelkével akarok majd foglalkozni, mert csak arra fókuszálok, hogy hogyan vágjam fel szakszerűen. Hűhet ezzel most nagyon kinyitja szerintem a beszélgetést, mert hogy szerintem minden segítő szakmában dolgozó szakembernek, és akkor ide tényleg a teljes szociális, oktatási és egészségügyi szakembergárdát értem, valamennyi önismeretet kötelezővé
kellene tenni. Pont azért, mert ahogy azt szintén, hát vannak ilyen nagy magyar elődeink a pszichoanalízisben, ahogy azt Bálint Mihály nagyon helyesen felismerte, egy csomó minden, ami akár egy szomatikus orvosi rendelésen történik, az kapcsolati történés, és az valahogy a két ember közötti kapcsolatról szól. A tünetek rengetegszer, valamiféle kapcsolati elakadás, érzelmi nehézség kommunikálására valóak, illetve hogy akár annak a kérdése, hogy hát bizony az orvosi szakma az egy olyan szakma, ahol így az ember így elveszít pácienseket. Szerencsére pont a pszichoterápiában ez viszonylag ritka, tehát vannak olyan orvosi szakmák, ahol ez egyáltalán nem ritka, és hogy erre valahogy az én tapasztalatom szerint is az orvosokat arra készítik fel, hogy ez olyan valami, amit ki kell bírni, amit így nem szabad hazavinni, amit le kell tenni, amiben így az embernek ilyen gátakat kell építenie. Holott szerintem ez meg pont fordítva van. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy az a jó, hogyha nem tudom, valaki olyan szakterületen dolgozik, ahol mondjuk akár mindennapos az, hogy páciensnek a halálesete van, akkor mindegyiken elérzékenyül, és ez elárasztja őt, és nem tudom. De hogy az, hogy ennek van egy gyász része, van egy fájdalmas része, van egy dühítő része, szóval ami így a gyászhoz mind-mind hozzátartozik, és hogy én ezeket az érzéseket érezhetem, és hogy rendben van, hogy ezeket az érzéseket érzem, hogyha valaki ezzel dolgozik, na az megy a kiégéssel szembe, én ezt gondolom. Tehát, hogy persze lehet, hogy nehéz az orvosokat rávenni, hogy elmenjenek mondjuk valamiféle ilyen szemináriumra, vagy nem tudom, veszek azért, mert semmi tapasztalatuk nincsen arról, hogy mennyit tud az adni, hogyha én egyébként megnézem, hogy milyen kapcsolati dimenziókban vagyok, és hogy én hogy vagyok benne azokban a kapcsolati dimenziókban. Hát azért szerintem a mi munkánkban is ez egy nagyon fontos dolog, hogy azért így érzelmileg az sokszor nagyon kemény. Így van, és dolgozunk is vele. Tapasztalnak-e valamiféle felfutást a megjelenő páciensek számát tekintve olyankor, amikor mondjuk egy meghatározó esemény történik. Választási eredmények után, karácsony, nem tudom, jelesebb napok, van-e ilyen összefüggés? De van-e valamiféle ilyen kollektív szorongás, ami vagy ilyen ehhez kapcsolódó jelenségek? Hát erre azért nehéz válaszolni, mert én nekem az a benyomásom, amióta én a Thalassa-házban dolgozom, hogy így körülbelül konstans azoknak a pácienseknek a száma, akik így, vagy hát van egy ilyen, mit tudom én, 15 plusz-minusz 5-10, akik így egy ilyen keddi első interjúra eljönnek, tehát hogy tényleg egy ilyen meghatározott range-en belül mozog ez, aminek szerintem az a magyarázata, hogy mert hozzánk nem ezek a krízisben levő emberek futnak be, hanem hozzánk tényleg azok futnak be, akik már azt érzik, hogy valami nagy bajban vannak, és hogy valami nagy segítségre van szükségük. Ebben én nem látok olyan nagyon nagy különbséget. Ugyanakkor azt meg azért elég sok kutatás kimutatta, hogy a Covid az eléggé megviselte lélektanilag így a különböző társadalmakat. Így a magyar társadalomban is nőtt a pszichiátriai zavarok előfordulása, ugye a rendszerváltás óta tartó csökkenésből a Covid évében fordult az öngyilkosságok száma ismét növek. Jó, nem nőtt vissza arra a szintre, mint volt a rendszerváltáskor, de hogy nőtt, amit egy ilyen nagyon hosszan tartó csökkenő trend tört meg, ami persze most megint elkezdett tovább csökkenni, tehát hogy ez jó, de azért így a Covid az hagyott nyomot, és amit különösen mondanak, akikkel mi dolgozunk, így szintén a serdülők, tehát hogy ezt így az én mondjuk korábbi munkahelyem, a Vadaskert Kórház így több médiumban is nyilatkozta, illetve ottani volt kollégákkal beszélve, hogy így vagy akár a magánrendelésemen észlelve, hogy így a serdülőket meg aztán végképp megnyomta, és hogy így az ellátórendszer különböző szintjein megjelennek. Gyors fejbeli kutatást végeztem így az eredeti kérdésre válaszolva. Talán azt tudom mondani, hogy inkább ilyen időszakokhoz, hogy az évben meghatározott időszakokhoz köthető. Ha jól emlékszem, akkor így az iskolai tanév végén, nyár elején volt egy nagyobb érdeklődés a felvételi rend, illetve ez év elején, ami egy új év. Tehát, hogy valahogy így a tanév és az év, naptári év, ami valahogy meghatározza nekünk is a mindennapjainkat, úgy lehet, hogy a pácienseket is, hogy mikor vágnak úgy többen bele egy ilyen nagy folyamatba.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. A Thalassza Ház két képviselője volt a vendégünk. Köszönöm szépen. Köszönjük. Mi is köszönjük.